Szeretettel köszöntöm az egybegyűlteket, illetve a barátokat a Pozsonyi csata emléknapján, és nem is szaporítanám tovább a szót, hanem szeretném felkérni Kendall Györgyöt, hogy mondjon egy pár szót itt létünk apropójáról, azaz a Pozsonyi csatáról. Tisztelettel köszöntök mindenkit. Azért jöttem én most ide, hogy először is beszéljek magáról arról az eseményről, hogy miért is vagyunk most itt. Az alig megerősödött és letelepedett magyarság ellen az Egyesült Keresztény Német-Római Seregek támadást indítottak. Zászlaikon a következő felirattal: Decretum ugros eliminandos esse, vagyis rendeljük, hogy a magyarok kiirtassanak. Lajos király 907. júniusában roppant sereget gyűjtött össze az Enzen túl, Enzburg vára és a Szent Flórián kolostor között. A megállapított haditerv szerint a német haderőnek, mely legnagyobb részben nehéz gyalogosokból állott, három hadoszlopra osztva egyszerre kellett előre nyomulnia, s a Duna völgyében támadnia. Maga a király Burkhard Passau püspöke és az Aribó gróf a tartalék sereggel, mely szinte akkora volt, mint a támadó sereg Enzburgnál, foglalt állást. A három támadó sereg felállása a következő volt. A Duna északi partján Luitpold határgróf nyomult előre, a déli parton Dietmar, Salzburgi érsek, Zakariás Zábeni, Otto Freisingi püspök. Gumpold, Hartwig és Helmprecht apát vezették zászló aljaikat. Középen a Dunán Sieghard herceg, a király rokona, Rathold, Ható, Meinhard és Eisengrin bajor főurakkal vonult alá. A Dunaparti hadsereg fedezete alatt a támadó német-római sereg akadálytalanul nyomult előre Pozsonyig, miután az Enzen innen lévő magyar csapatok a túlnyomó erő elől visszavonulva szabad teret engedtek az ellenségnek. A magyar haderők vezetői, mielőtt erejüket összpontosíthatták volna, csak apró lovas támadásokkal nyugtalanították az Salzburgi érsek hadosztályát, mely a további előrenyomulást veszélyesnek tartva Pozsony mellett jól kiválasztott, megerősített tábort állított fel. Miután azonban a nemzetségek magyar zászlóaljai megérkeztek és haditervet készítettek, mely igen egyszerű volt, egyenként kellett megsemmisíteni a német-római seregeket. Az első célpont a főpapok megerősített tábora volt, és megindult a magyarok fergeteges támadása. Iszonyú lehetett a viharként előre rohanó magyar lovasság támadása, nyilaik zápora tetemes veszteséget okozott a bajorok sűrű soraiban. De a jól megválasztott hely és a jól védett tábor visszaverte a magyarok első támadásait. A magyarok ekkor egy lassúbb, de biztosabb támadási módhoz folyamodtak. Kisebb csapatokban állandóan zaklatva támadták a tábort. És amilyen gyorsan támadtak, ugyanolyan gyorsasággal vissza is vonultak. Ezzel az állandó zaklatással az ellenséget kifárasztották, és egy adott pillanatban minden oldalról tömeges rohamot intéztek a bajorok ellen augusztus 9-én. Ez a roham félelmetes és elsöprő volt. A kifáradt ellenséget szinte megsemmisítették, alig volt katona, aki el tudott menekülni az elől a roham elől. Ebben a csatában meghalt a hadosztályt vezető Dietmar kérsek, Otto és Zakariás püspökök, és még sok főpap. Hát meg volt az első győzelem. Ebben a helyzetben a legtöbb hadvezető pihenőt ír elő, katonái számára rendezik a hadsorokat, és csak azután támadnak tovább, nem úgy a magyarok. Még azon az éjjelen csendben átúztak a Dunán a magyar lovasok, és mielőtt Luitpold a túlparti szerencsétlenségről értesülhetett volna, ezt a tábort egyetlen elsöprő támadással elpusztította. Kihasználva a meglepetés fegyverét is, megsemmisítették a hadsereget. Ez a támadás is olyan elsöprő volt, hogy a fővezéren és Eisengrin király főasztalnokon kívül 19 bajor főúr esett el, és csak igen keveseknek sikerült eljutni Enzburg váráig. Na de ennél a pontnál már minden parancsnok szünnapot rendelt volna el csapatainál, de nem a magyaroknál. Még ugyanazon a nap éjjelén megtámadták a hajóhadat is, és ez a támadás is elsöprő volt. Sieghard herceg csak igen nagy szerencsével és gyors futással menthette meg életét. Így a magyarok három nap alatt három sereget vertek tönkre. Minden nagy tekintélyű vezér ebben a helyzetben pihenőt, regenerálódást, sziesztát írt volna elő hadseregének, teljesen megérdemelt joggal. Nem úgy a magyar hadvezetés. Na, nem is voltak tápon nevelve, és nem jártak pszichológushoz. A megfutamodott bajorokat nyomon követték, és a futókkal csak nem egyszerre érkeztek meg Enzburg várához, ahol Lajos király várakozott a tartalékkal, és teljesen pihent sereggel. Lajos király rendezte a menekülő németrómai is hadakat, és a tartalék sereggel felfeledődött az Enzburg vára előtt,
lévő térségbe. A magyarok is rendezték soraikat, de nem lettek volna magyarok, ha nem valamilyen csellel, fortéllyal ésszel támadják meg az ellenséget. A magyar katonának abban az időben is, de a későbbiekben is neve volt, gerince volt, tartása volt, bátorsága volt. A teret, melyen a két seregnek találkoznia kellett, oldalt erdők szegélyezték, és ezeket a magyarok jó szokásuk szerint megtömték lovas csapatokkal, és a többi lovasság felfejlődött az ellenséggel szemben. A német király egész frontos támadást indított, a magyar lovasság támadást színelve neki rontott az ellennek, de csak hamar megfordultak és futásra keredtek. A németek diadalt remélve nagy hével nyomultak a lovasok után, de amit az erdő mellett elhattak, a lesben álló magyar lovas csapatok nagy rihanással, azaz üvöltéssel, ordibálással kitörtek az erdőből, és hátba támadták a németeket. Ebben a pillanatban az ősi szokás szerint a futólovasok megfordultak, és sűrű nyilazással fogadták a két tűz közé szorított ellenséget. A király kevesen magával, csak nagy kínnal, bajjal tudott elszaladni, passzahúig meg sem állt. Így történhetett az, hogy az Ezen alól fekvő vidék egészen a magyarok birtokába került, és még az augsburgi veszteség után is birtokukban maradt, egészen Géza vezér idejéig. Ennek hatására történhetett meg, hogy államalapító Szent Istvánunk kényelmesen senkitől sem zavartatva alapíthatta meg a magyar birodalmat. De nagy volt az áldozat is. Árpád apánk, a három hőslelkű fia, Tarhos, Üllő és Jutas a csatamezőn lelte halálát. Ebben a magyar hazát megalapozó véres küzdelemben. A maga nemében páratlan teljesítmény Árpád nagy fejedelmünk honegyesítése is. A bölcsesség, fegyelem, szervezés és önfeláldozás mintaképe örök időre fiaival együtt. Ilyen hazaszeretetről, származástudatról, hivatástudatról, mint amilyenről Árpád és családja tett tanúbizonságot egyetlen magyar uralkodó sem tett. És éppen ezért szerveztük meg mi is ezt a megemlékezést, hogy neki és a többi hősi halottnak emléket állítsunk, és köszönetet mondjuk nekik a magyarságért tett áldozatuk miatt. Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit, aki megtisztelt bennünket ezen a szép nyári délutánon, amikor is a pozsonyi csatára emlékezünk. Külön szeretném megköszönni a Horkai Ijászai Egyesületnek, hogy fölvállalták ezt a kezdeményezést, mindenkinek, aki a szervezésben részt vett, és hát ugye nagyon nagy köszönet Fajt Benőnek, aki ezt a csodálatos kopjafát elkészítette. Én úgy gondolom, hogy fontos, hogy vannak ilyen művészi hajlamú és tényleg csodálatos dolgokra képes emberek a településen, úgyhogy javaslom, hogy tapsoljuk is meg Benőt. Nagyon jó volt, amit Gyurci elmondott a pozsonyi csatáról, ugyanis nem nagyon tanították ezt, hogy mi ennek az oka. Nyilván ezzel sokat lehetne vitatkozni, beszélni. Egy biztos, hogy nálunk nincsen nagy jelentősége, de például az Amerikai Egyesült Államokban a West Pointi Katonai Akadémián kötelező tananyag, és vizsgázni kell belőle. Érdekes, hogy Amerikában ez a csata, ez kötelező tananyag az egyik legnagyobb hadi akadémiájukon, ugyanis nyilván egy kivételes tett volt. Nagyon sok érdekes dolog van egy nemzet történetében, vannak sötétebb időszakok, vannak dicső időszakok. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos az, hogyha megünnepeljük azokat az eseményeket, amikor Magyarország mondjuk felkelt valami ellen, de elveszítette a csatát, akkor fontos az is, hogy a dicsőséges és győzedelmes eseményeket is megünnepeljük. Ugye, ahogy Gyurci is elmondta, közel 130 évig nem mertek idegen seregek magyar földre lépni a pozsonyi csata okán. Nagyon fontos dolog, hogy miért kezdődött ez a dolog. Ugye az volt a rendelet, hogy a magyarok kiirtassanak, de miért akarták kiirtani a magyarokat? Tulajdonképpen a ráfestetteni kereskedelmi egyezményt sértette a magyarok itt léte, nem tudtak úgy kereskedni tőlünk nyugatabbra, ahogy szerettek volna, és ezért úgy gondolták, hogy ezt az akadályt, amit magyaroknak hívnak, ezt ők eltörlik a föld színéről. A történészek egybehangzó állítása szerint körülbelül 100 000-es haderő
mint egy háromszorosa volt a magyar haderőnek, és ezt sikerült akkor ott legyőzni. Nagyon sok érdekes párhuzam van ezzel a csatával és a későbbi magyar történelem helyzetével, hogy miért voltunk mi nagyon sokszor útjába nyugatnak, keletnek egyaránt. Bárhogy is van, egy biztos, 1100 év után még mindig itt van a magyar nép, és ez azért jelentős részben ennek a pozsonyi diadalnak is köszönhető. Én nagyon remélem, hogy a későbbiek során sokkal többet fognak róla tudni, és talán megismerhetjük a történelmünknek azon eseményeit is, amik nem feltétlen vannak benne a hivatalos tankönyvekben, de fontosak. Én azzal zárnám a kis mondandómat, hiszen utána még számtalan, illetve számos, de többen fel fognak szólalni, hogy a kis magánkönyvtáramból egy regényt, ami a pozsonyi csatáról szól, és Óperencia címe, ezt szeretném átadni a Horka íjászainak, hogy olvassák, eladják oda a kicsiknek is, hát ha ebből a regényből többet meg fognak tudni a pozsonyi csatáról. Miért Óperencia címe? Nagyon érdekes, hogy a pozsonyi csata után az Enns folyó lett a gyepű határa Magyarországnak, és az Ober-Enns kifejezés, ugye az Enszen túl jelölte a nyugati világot, és ebből ered az a szavunk, az az érdekes mondat, hogy az Óperencián innen, az Óperencián túl, és hát 1000 éven keresztül a magyar anyukák, amikor mesét mondtak a gyerekeiknek, mindig így kezdték a meséket. És ez bizony a pozsonyi csata folyamánya, hogy így alakult. Úgyhogy én a Hornyák Tomit megkérném, hogy jöjjön ide, és ezt a saját kis könyvtáramból átadnám nektek, és olvassátok. Köszönjük szépen! Köszönöm, hogy meghallgattatok! Köszönjük! Csak a gyökér kitartson. Kint a szöllőnkben emlékszem rája. Deszka kunyhónk előtt állott öregapám diófája. Ha vihar támadt szöllőkötözéskor, dörgött az ég, csattant a villám, füstölt az úton a felpaskolt por, ahogy végvert a dörgő esőostor. Bebújtuk a kunyhóba, onnan néztem, miként robognak a felhők az égen. Nagyapám a fát leste. Vajon elbír-e a széllel? Recsegett, ropogott öreg teste, a szél a gajakat csomósan tépte, hullott a zöld jó áldott termése, mozgott a föld is, ahogy a vihar rázta, de győzte a vihart, örgapám konok, törzsekopott diófája. Csak a gyökér kitartson, még ma is hallom, motyogott nagyapám, nem lesz baj, gyerek. Dió lehullhat, új tavasszal terem az ág újat, ág is nő a letépet helyére, de a gyökér nem bírná tovább, a diófának kisunokám vége. Most is a vihar széltépi rázza, dálja vihart Árpád vezér 1000 éves öreg diófája. Kárpátoktól az Adriáig nyúlnak a gyökerek, tapadnak a földre, hogy termés legyen az örök magyar szőlőhegyen, hogy élni tudjon dió, levél, ágak. Adj, uram, elég erőt a harcos diófának. Lehull 1000 dió, millió lesz holnap, letörhet 100 ág 1000 nő helyére, s ha csupán a csonka törzs marad, ha új tavasz zsendül, kifakad. Uram, csak te lássad, hogy ezen a véres, küzdelmes harcon a gyökér kitartson. A gyökér kitartson! Újhartyánon a pozsonyi csata emlékére egy emlékoszlopot avatunk a mai alkalommal. Honnét jött a felkérés, hogy elkészítse ezt az emlékoszlopot? Az újhartyáni fiatalok a Horka íjász csoport keresett meg, hogy a polgármesteri hivatalnál már engedélyük megvolt, hogy én ebbe segítenék-e. A Tomas Hornyák Tamás volt ez. Este keresett meg, és kérdeztem, hogy ugyan mi az, amire gondol. Azt mondta, szabad kezet kapsz, amire te gondolsz, és éjjel megálmodtam, reggelre megvolt a rajz. Mondtam, jöjjön el, nézze meg, több ember megnézte, tetszett, hát ezután indult a faragás, egy hetelet körülbelül meg. Mi az, ami fontos, hogy rajta legyen ezen az emlékoszlopon? Mi kapott helyet rajta?
Hát először is én is utána néztem, mert annyira nem tudtam pontosan az interneten, hogy ez a csata pontosan is miről is hol szólt. Hát ezek a dolgok, arulról, tehát az ősi föld, azok a szimbólumok, amik megjelentek rajta, tehát az ősi föld, a három halommal fölötte egy pajzs, a turulmadárral, ugye Árpád nemzetségének a szimbóluma, a harcra jellemző dolgok, a csillagok, a nap, tehát hogy éjjel-nappal folyt a harc, a Dunai flottát megsemmisítették, az íjászok felgyújtották a Dunai flottát, az utánpótlás és az élelmiszert, amit a hajón szállítottak, a fölött pedig egy magyar kereszt van, majd az oszlop tetején pedig egy dárda vég, ami a harcos hős jellemet. Hogyha azt általában egy oszlopon meglátjuk, fölül az azt jelenti, hős harcos vitézek voltak. Azok a magyarok, akik a pozsonyi csatában az akkori Európai Unió csapatai ellen sikeresen harcot vívtak. Mennyire örült annak, amikor ez a felkérés megérkezett, hiszen ez már nem az első alkalom. Ugye legutóbb például a Szent Családnak a szobrai elkészültekor találkoztunk. Jó érzés az, hogy az emberek most már keresik, hogyha ilyen feladat van? Hát természetesen, de hát nagyon lényeges, hogy az újhartyáni fiatalok voltak, és ha a fiatalok egy része így gondolkodik, akkor az gondolom, hogy a jövő is jó irányba fog menni. És hát természetesen elvállaltam. Természetesen, ahhoz, hogy ez elkészüljön, ahhoz nyersanyagra is szükség volt. A fa miből készült? Hát ez a fa ugyanabból, a fából, ez egy tölgyfa, ez egy körülbelül 200-250 éves fa, a valamikori gulyaház mellett idős emberek emlékeznek rá. Újhartyán meg Újlengyel közt volt egy gulyaház, ahol legeltették a teheneket. Ebédidőben ott pihentek a tehenek a nagy fa árnyékában. 8 éve ezelőtt egy nagy vihar egyik részét kidöntötte, ezt kértem el az önkormányzattól, és ha valami faragnivaló van, ezekből a fákból válogatok. Tehát úgymond ez a fa sokat látott Újhartyán történetéből, és úgy gondolom jobb helyen van, mint a tűzben, a hamuban. Itt egy kicsit hosszabb ideig fog még élni. Magtelevízió. Önökért vagyunk.